az ajtó riasztója jelezte, hogy ebbe a helységben normális körülmények között soha nem léphetnek be civilek. Júniusban a múzeumok éjszakáján mégis látogatókkal telt meg a szexádi törvényszék irattára is, ugyanúgy, mint az épület más részei. Az akkori programokra sokan voltak kíváncsiak. Szexádiak vagyunk, és a feleségem Facebookon látta megosztva egy ismerősénél, és onnan jött az információ és kíváncsiak volt, nem is még nem voltunk ilyen helyen. A szexádi törvényszék most újra kinyitja a kapuit a látogatók előtt. Szeptember 26-án csütörtökön délután egy órától várják a vendégeket. A ny nyitnapnak napnak az elnevezése új utak, bíróságok az ügyfelekért. Azért ezt a nevet választottuk a programnak, mert szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen új fejlesztéseket valósítottunk meg itt a bíróságon. Az ügyfeleket szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni. De a bírósági közvetítéssel kapcsolatos mediációt is megismerhetik kisfilmeknek köszönhetően az érdeklődők, és a bíróságok technikai fejlesztéseit bemutató expóval is készülnek a szervezők. A legérdekesebb a rendezvényben az, hogy élő videókapcsolatba lépünk a szexádi börtönnel, óránként kapcsolni fogjuk a börtönben az ott ülő kollégákat, és aki szeretné, kipróbálhatja, hogy milyen is ez az új távmeghallgatásos videokonferencia. A szexádi törvényszék nyílt napjának programjai teljesen ingyenesen látogathatóak, és előzetes regisztráció sem szükséges a részvételhez.